Az Aranybulla könyvtárban mutatták be a Pesti Broadway Musical Studio vizsgaelőadása keretében, Somogyi Szilárd rendezésében Pataki Éva és Mészáros Márta, Edith és Marlene című darabját, amely a francia Edith Piaf és a német Marlene Dietrich sorszerű találkozásának történetét idézi meg. A növendékeink június 6-án fognak ebből a darabból vizsgázni, vizsgabizottság előtt, ez az úgynevezett színész kettő képesítést fogják megkapni. A darabot Somogyi Szilárd rendező tanár, az osztályfőnökük választotta, természetesen a vezetőség jóváhagyásával. Úgy gondoltuk, hogy a két karakter erre a három fiatalra, főleg a Piaf és a Merlin szerepére nagyon-nagyon teli találat. A hangjuk is predesztinálja őket arra, hogy ezt a darabot előadják. A két kivételes tehetség találkozása sorsszerű volt. A 20. század két zsenie szélsőségesen más habitust képviselt. Piaf az önpusztító szenvedély, míg Marlene Dietrich a végletes fegyelem és profizmus útján járt. Nekem ez az egész darab egy hatalmas áldás, és nagyon örülök, hogy ilyen darabban kezdődhet úgymond a karrierem. Még kezdő színész vagyok, és másodéves operes stúdiós diák, és ez lesz majd a vizsgadarabunk, amit most turnézni hoztunk egy pár napra, különböző helyszínekre, és én alakítom Marlene Dietrich alakját, és teljes mértékig már most lelkiekben is készülök, hogy minél jobban át tudjam az ő érzéseit adni a nézőknek. A darabból fény derült arra is, hogy Marlene hűvös eleganciája előbb ellenérzéseket, sőt féltékenységet váltott ki a Sanzon királynőjéből, később azonban életre szóló barátság született közöttük. Ez egy nagyon komplex és igazán mély karakter Edith Piafnak a személye, és számomra egy igazán nagyon hálás voltam azért, hogy én ezt a karaktert formálhatom meg, mivel az az igazság, hogy igazán önazonosnak érzem önmagamat vele, és nagyon sokat kutattam az ő személyének ehhez a darabhoz, és nagyon belemélyedtem, és számomra is ez egy igazi gyógyítás volt, hogy ezt a karaktert játszhattam el. A vizsga előadás teltház előtt a két zseniális hölgy kalandos életét és halhatatlan barátságát tárja elénk számos világsláger kíséretében.